Kedves drága apósom, Bákai Géza testvér búcsúztatását szeretném felolvasni. Isten ajándéka az élet. Született 1946. június 22-én, elhunyt 2016. július 1-én. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők meglátják az Istent. Mély fájdalommal vesszük tudomásul, hogy a drága apósom, Bákai Géza testvér, csodálatos apa, szerető nagypapa, segítőkész szomszéd, megbízható barát, és nem utolsó sorban az Úr gyermeke, tegnap előtt, 70 éves korában az Úrhoz költözött. Az Úrtól kérjük a segítséget ezekben a nehéz időkben, mint gyermekei nehezen fogadták el a halál tényét, de sajnos szembe kell néznünk a valósággal. Nagy áldás volt számunkra és számára, hogy lánya Éva is itthon lehetett az utolsó napjaiban. Amit az orvosok és a családtagok megtehettek, azt megtették. A család tudomásul vette és megértette, hogy Isten akarata más volt. Így nem tehetnek mást, mint hogy elfogadják a történteket, mivel tudják, ez csak egy kis ideig tartó távollét egymástól. Nagy reményünk van abban, amit a Jóisten megígért nekik, hogy lesz egy boldog találkozás, ahol már többé nem kell fájó szívvel gondolniunk egymásra. Egy napon kegyelemből megláthatjuk Krisztust szemtől szembe, szeretteinkkel együtt. Így búcsúzik tőle gyermekei, Éva, Barna, Dávid és Attila, unokái Anita, Dávid, Zsigmond, kedves mennyi Anna Mária, szeretett feje, Zsigmond, elmondhatom, annyira szeretett, mint a saját édesapám lett volna. Sógornői Erzsébet és családja, Ibolya és családja, sógora Zsigmond és családja, testvérei Sándor és István, a Perecsenyi gyülekezet tagjai, az Alhambrai gyülekezet tagjai, idős Balla Zsigmond és családja, Boncidai János és családja, Balla Attila és családja, és nem utolsó sorban kedves rokonai, szomszédjai és barátai. Hálával a szívünkben emlékezünk drága apósomra, kedves Bákai Géza testvére, mindannyiunk életére nagy áldás volt, és nem úgy búcsúzunk tőle, mint akinek nincs reménysége a viszontlátásra, hanem abban a tudatban tesszük ezt, hogy ismét találkozunk majd vele abba a dicsőséges országban, ahová mindannyian vágyunk. Egy nagyon drága és kedves ének jutott eszembe, amit minden hónapban szoktunk énekelni a úrvacsora végén. Isten áldjon, még viszont látunk. Drága papa, így búcsúzunk tőle.